Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az aktuális szerelmi jóslás. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díja 4000 forint. Ez a férfi itt látható. Nagyon mérges, nagyon dühös. Valami elszomorítja őt. A háta mögött a botok, azok olyanok, mint egy kerítés. Itt vannak nála korlátozások. Valaki támadja őt. Nem boldog ebben a helyzetben. Úgy figyeli az eseményeket, de nincs jó hangulata. Ő elfordul ettől. Az már itt látható, hiszen egy új irányba tekint. A kezében itt van a glóbusz. Az lehet külföldi kapcsolat vagy utazás is. Mivel itt két bót van, az lehet, hogy itt két személyről van szó. Rólad és róla. Tehát tervez veled egy utazást. Ez az utazás, vagy a külföldi kapcsolatok itt is láthatóak. Ezek lehetnek internet kapcsolatok is. De jelenleg még dühös valamire vagy valakire, és úgy érzi, hogy minden a feje tetejére állt, elveszíti a talajt a lába alól. De ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor az már másképp néz ki, ami azt jelenti, hogy neki másképp kellene látni a dolgokat. És akkor itt van a fény a feje körül, ami jelent szép gondolatokat, jó ötleteket. Az is kell, hogy legyen meg a bizalom, hogy itt a csillagok azt jelentik, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Aktuálisan vannak korlátozások, de elmúlik ez a helyzet, hiszen elhagyja a könnyek mezejét, keres egy új irányt, egy új lehetőséget, ami itt is látható. Közeledni fog feléd. A kezében van ez az arany kehely, és az jelenti az érzelmeket. Érzelmekkel közeledik hozzá, kimutatja az érzelmeit. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, mint egy királynő. A te kezedben is ott van az arany kehely, ami jelenti a te érzelmeidet. De maradj itt ebben a helyzetben, a te trónodon, majd ő az jön magától. Nem kell elkényeztetni, de ha odaérkezett hozzád, azért légy vele kedves, figyelmes, mutasd ki az érzelmeidet. Itt az arany érem, az jelentheti az anyagiakat vagy a munkát. Ez lehet egy munkahelyi változás, egy új kezdet. Az is lehet, hogy ez a férfi érzelmekkel közeledik hozzád, és lesz anyagi segítség is. Persze, ez a kártya jelentheti a belső értékeket is, hogy jön hozzád, mert szeret téged, mert értékel téged. Tervez veled egy utazást, ami itt is látható. Lezárja azokat a dolgokat, ami bosszantja. Elhagyja a könnyek mezeit. Itt lesz egy szerencsés fordulat, és ő hamarosan ott lesz nálad, hiszen útban van hozzád. És ez volt az aktuális szerelmi energia. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!